Bátaszék Várospolgárőr Egyesületének nem a szokásos módon zajlott az új év indítása. Minden évben a polgárőr közgyűlés szokott lenni az alapja annak a találkozásnak, amikor a szexuális rendőrkapitány, városunk vezetői és a polgárőrklémének is kiértéklik az előző évet, és feladatot szabnak az aktuális évre. Ugye ez a vírushelyzet miatt minket is egy újfajta beszélgetésre ösztönzött, és akkor találtuk ki, hogy egy ilyen 4 szem közti, 6 szem közti beszélgetésen meghívjuk a városi rendőrkapitányt, dr. Marcsek Sándort és városunk polgármesterét, dr. Bozsolik Robertet, és zárt körben adtunk nekik tájékoztatást a tavalyi év munkájáról, és közösen próbáltuk meg az idei évet megtervezni. A tavalyi esztendőben csökkentek a szolgálati órák száma. Ugye ez pont azért, mert rengeteg városi rendezvény, állami, egyházi rendezvény, sportrendezvény elmaradt, nem kellett biztosításban részt vegyünk. A felsőbb utasításra ugye nekünk is vezetői szinten megszabták azt, hogy a szolgálatba max. 2 ember mehet, nem mehettünk 4-5-en. Emiatt is csökkent a szolgálati órák száma, plusz ugye 65 év felettiekre vigyázva nem is küldtük szolgálatba. Itt ez miatt lett egy jelentős szolgálati óra csökkenés, ellenben a szolgálatban megtett kilométer vagy szolgálatban töltött napok száma nem csökkent, ugye ez azért lehetett, mert elláttuk a szolgálatot, csak csökkentett létszámban. Tavaly előtt, azaz a 19-es évben 8000 volt körülbelül a szolgálatban töltött órák száma, de itt a kis települések is belementek, tehát Bátaszéken úgy veszem észre, hogy a harmadára csökkent. Tehát ilyen 6000 körül szokott lenni a szolgálati óra, ez most 2000 körül lett most. A város minden felkérésének eleget tettek 2020-ban is, és az önkormányzat és a megyei polgárőrszövetség támogatta őket abban, hogy zavartalanul és biztonságosan tudják végezni munkájukat a járvány ideje alatt is. Az évelei szűk körű megbeszélésen részt vett Marcsek Sándor rendőrezredes, a szekszárdi rendőrkapitányság vezetője is. Kapitány úr határozott elképzelésekkel jött ide, hozta magával Dudás Zsolt, közrendvédelmi osztályvezetőjét is. Ők a rendőrség részéről adtak tájékoztatást a tavalyi évről, és viszont kifejezte, sőt kijelentette, hogy ebben az évben a polgárőr rendőrszolgálat elmélyítését tűzte ki célul, ez a zászlaj, amit ő szeretne vinni, és kézzelfogható szolgálatokat szeretne látni a polgár és rendőr között, ami ugye abban fog megmutatkozni, hogy átülve egymás autójában könnyítjük, segítjük egymás munkáját, és esetleg egy időben több területre fogunk tudni eljutni polgárőrök, rendőrök együtt közösen. Példa mutató. A mi működésünk hosszú-hosszú évek óta, ugye hál' Istennek a bátaszéki állományban dolgozó rendőrök hosszú évek óta itt vannak, tehát nincs az a nagy fluktuáció, ami van máshol, tehát egy stabil csapat van, a mi csapatunk is elég stabil, kb. Egy idős a kemény mag, tehát egy fiatalos lendület van mind a két csapat részéről. Nem mutatkozott az igény, hogy mi ennél szorosabbra, de hogy a kapitány így, akkor mi nem zárkozunk el tőle, tehát be fogunk ülni egymás autójába, közös szolgálatokat fogunk egymásnak válvetve ellátni, és reméljük, hogy ezt az évet, miután a koronavírus helyzet befejeződik, és rendezhetünk rendezvényeket, akkor mi is végre azt a feladatellátásunkat is tudjuk csinálni, amit annak idején vállaltunk az önkormányzat fele. A pénzügyi stabilitásunk megvan. Tehát az önkormányzat és a megyei szövetség adja a tavaly adott összeget, tehát így erre már tervezni tudjuk ezt az évet. Tehát úgy gondolom, hogy anyagi vagy likviditási problémánk nem lesz. Nagyon szeretnénk, hogyha már végre kicsit kimozdulhatnánk mi is a beszürkült hétköznapokból, ami ugye nekünk ad munkát, mert 8 óra után kiárási tilalom betartása az egyik fontos feladatunk, ugye meg a társszervekkel való közös munka, tehát a polgárok ugyanúgy járnak szolgálatba, meg járhatnak is 8 óra után, ugye ez elvárás, de viszont nagyon szeretnénk azért részt venni rendezvényeken, megígérni nem tudom. Mi örülnénk a legjobban, hogyha egy-két rendezvényen végre már kicsit kiszabadulhatnának az emberek is az otthonukból, amit meg mi le tudnánk biztosítani, és részt vehetnénk egy közösségi rendezvényen is már végre. A 2021-es év mindenképp egy mérföldkő Bátaszékváros Polgárőr Egyesületének életében, hiszen idén ünneplik fennállásuk 30. évfordulóját. Pont ez az évnyitó közgyűlés lett volna egy ünnepi jubileumi közgyűlésünk, ahol is ünnepélyes formában tudtuk volna köszönteni a 30 éves egyesületet. Sajnos ugye ez tolódik. Most nem is szeretnénk ilyen minden héten halasztani egy másik időpontra, ezért már most kitaláltuk, hogy inkább őszre toljuk át, reméljük, hogy a rendeződnek a
viszonyok. Úgyis ennek a nagyszabású rendezvénynek prominens meghívottakat szeretnénk, tehát nagyon szeretnénk azért a rendőrkapitány urat, aki már jelezte is, hogy itt lesz, de szeretnénk a megyei rendőrfőkapitány urat meghívni, dandártábornok urat. Nagyon szeretnénk, ha a megyei polgárőrelnökünk mellett a Túrós András országos polgárszövetség elnök is itt lenne. Itt is nagy a remény rá, hogy eljön, mert ő az irodát adunkon itt volt 3 éve. Ugye a katasztrófa megyei igazgatója régi jó barátunk, tehát az ő szemében szinte biztosra veszem, hogy katasztrófa magas szinten fogja képviselni magát, és minden társszervünktől szeretnénk olyan magasrangú embereket, akik ezt az ünnepi rendezvényt még színesebbé tudják tenni majd.